Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, ez a KEDD délutáni értágító. Itt hárman összegyűltünk a Rádióér stúdiójában. Rupás és Csilla kolléganőm, Kis Lóránt kollégám és jó magam Lenkár Péter. Fogunk itt most négy témát körbeutazgatni a következő körülbelül egy óra alatt. Vegyük is sorra őket, de mielőtt belevágnánk, elmondom, hogy az érhangja.ru per rádió oldalon lehet minket most még élőben hallgatni ilyenkor ebbe az idősávba 18-tól 20 óráig, illetve reggel 9 és 10 óra között napindító műsorunkat lehet hallgatni, ugyebár a jó reggelit 9 és 10 óra között, ahogy mondtam, de van Facebook oldalunk, ott is lehet böngészni, annyit kell beírni a keresőbe, hogy Rádió Ér természetesen, illetve van YouTube csatornánk is, ott aktuális adásainkat osztjuk meg, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, és akkor értesülhetnek, mihelyest új anyag kerül fel az oldalra. Mint ahogy mondtam, négy témánk van, ugyebár van egy olyan érdekes hozzáállása az embereknek, nem tudom, ez is az utóbbi időben lett divat, én régen nem emlékszem arra, hogy mindent a szegény hétfőre kenünk, hogy van ez. Hát én is mindenkit szeretettel köszöntök, igen, hát a hétfő mindenki ilyen morcos, ugye hosszú hétvégén ellazulás után újra beállni a mókuskerékbe, nem egyszerű, de szerintem önneveléssel lehet ezen a dolgon sokat segíteni, én legalábbis így vagyok vele, bár sokszor irritáló, hogyha egy mosolygós arcot lát hétfőn az ember, sokszor találkozok nagyon morcos arcokkal, amik már önmagában mosolyra fakasztanak, és aztán látom a dühöt a szemekbe, hogy hát ez mit mosolyog, itt hétfő reggel van egy kutya, hosszú hét áll előttünk, hát ne vigyorogjon már, menjen a sunyiba, vagy mit tudom én, mit gondolnak. Hát a hétfő akkor szerintem Garfield macska is eszünkbe juthat, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ugye ismerő szerintem mindenki számára ennek a lusta macskának a története, láthattuk rajzfilmben akár, vagy képregényben is olvashattuk. Szerintem nagyobban befolyásolja a hétfőnek a tudata az embereket úgy, hogy ha mondjuk szebb idő van egy hétfői reggel, akkor azért mégiscsak vidámabbak vagyunk a hét kezdetén, mint hogyha mondjuk egy ilyen borús, esős, vagy akár hideg tél van, vagy téli nap van. Úgyhogy szerintem ez is befolyásolja az embereket a hétfő kapcsán. A másik az, hogy ennek a pszichológiája talán az lehet, hogy mikor hétfő, ami mondta Csilla is, ugye hétfőn, és akkor egyből megint el kell kezdeni ezt az újabb hetet, neki kell veselkedni, 5 nap áll előttünk, megint az egész héten munka vár ránk. Vagy még esetleg van. Szombaton is munka van. Igen, és nekem, akkor rövidebb is a hétvégénk. Igen, nekem Csilla. Az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy egy szép napos hétfő reggel vidámabb az ember, de hogy vidámabb, hát hétvégén esett az eső, és akkor most hétfő mit süt a nap, amikor be kell ülnem éppen a egy irodába, vagy egy stúdióba, vagy egy munkahelyre el kell mennem. Hát abban az esetben, hogyha ha süt a nap hétfőn, és éppen mezei munkát végzek, és nem nagyon süt a nap, mert ugye, hogyha mezei munkát végzek, és hétfőn nagyon süt a nap, az se jó. Úgyhogy semmi se jó, maradjunk annyiba, valahogy így. Én például ilyen vegyes érzéseket tudok. Látsz a hétfő felé? Igen, mert vannak olyan emlékeim a hétfőről, ugyebár, de ez inkább az iskolai időszakra tudom visszavezetni, vagy még, szóval amikor ilyen tanulós időszak volt, akkor ugye mindig úgy vasárnap este már benne volt a fejedben, illetve az egész érzelmi rendszeredből, hogy úristen, holnap fel kell kelni korán, és iskolába kell menni. Aztán ezt úgy kinövi az ember, vagy legalábbis
én inkább saját tapasztalataimról tudok beszélni. Ezt ugye egy idő után kinőttem, illetve még az jutott eszembe, hogy valószínűleg az is befolyásolja ezt, hogy milyen munkát végzel, mert hogyha olyan munkád van, amit nem szeretsz csinálni, akkor lehet az hétfő is, vagy kedd is, vagy péntek is, akkor úgy nehezen tudsz elindulni, viszont ugye erről beszéltünk a múltkor is, hogyha szerencsés vagy, és olyan munkát végzel, hogy végül is mindegy, hogy most milyen nap van, akár vasárnap is lehet, akkor szívesen kezded a hetet. Nekem meg az jutott még eszembe, hogy ugye a mai világban már olyan munkákat végzünk zömével, amikor nincs meg ez a tagoltsága a hétnek, amire tulajdonképpen ki lett találva. Ugye hétfő kezdődik a hét, hétvégen viszont akkor az a lazulásé, de nagyon sokaknak felborul ez a rend, és felborul a bennünk lévő rend, meg a világrendje is föl van borulva, és akkor van, aki hétfő szabadnapos például, akkor rettenetesen örül annak, hogy már éppen hétfő van, ez csak elnevezés kérdése. Igen, ugye modernizálódtak az ilyen munkabeosztások, és mikor ugye van ilyen, hogy két napot egymás után dolgozol, akkor ha akarod, ha nem, egyszer-egyszer úgy esik, hogy a hétfő a szabad nap. Illetve még az jutott eszembe, hogy ugye van egy társadalom, aki eleve vasárnappal kezdi a hetet, ugye az angol szászoknál úgy kezdődik, hogy Sunday, Monday, Tuesday, tehát ő náluk, na jó, ez persze csak ilyen elvi dolog, de amúgy ők is hétfőn mennek először munkába, és ugyancsak szabad a vasárnapjuk, mint nekünk, de azért érdekes, hogy ott ugye úgy kezdődik ez a beosztás, hogyha rákattintottok a számítógépetek idő mutatójára, akkor úgy találjátok meg, hogy angol nyelvű le van állítva természetesen a laptopotok, hogy szombaton, vasárnap kezdődik a hét. És hogyha nem figyelsz eléggé, és épp egy fontos dokumentumot kell bedátumoznod, akkor jó nagy kavarodás lehet ebből, ugye, mert hozzá vagy szokva, hogy hétfővel kezdődik, aztán beírod, hogy vasárnap dolgoztál 12 órát, viszont nem fogadnak el hivatalosan, az érdekes felállás ez is. A másik dolog, ami eszembe jutott, hát, ugyanazt tudom mondani, hogy csak egy elnevezés ez a hétfő, és végül is tényleg az a fontos, hogy mennyire szereted azt, amit csinálsz. De egy idő után már a lusta Garfield macskáról, meg az, hogy tulajdonképpen mindegy hétfő kedszert, a csütörtök péntek legjobb lenne állandóan lazulni. Igen, de tényleg, hát így ismerek olyan embereket, akik tényleg meghatározódnak ezáltal a hétfő reggeli kelés által, és egész nap olyan nyomottak és kedvetlenek, és tényleg így tudják csak elindítani a hetüket, hogy állandóan panaszkodnak, hogy úristen, már megint hétfő, de ugyanúgy lehet az a hétfő is, ahogy ti is mondtátok, hogy egy ragyogó napsütéses hétkezdés, és aztán pont a szerda vagy a csütörtök lesz olyan esős, amikor tényleg elromlik a kedved. Én például úgy szoktam vele lenni, hogy hétfőn ilyen mindig újult erővel tudom kezdeni a hetet, nem tudom, ti ezzel hogy vagytok, hogy azért úgy szombat-vasárnap úgy mégiscsak, amikor nem kell felkelni időre, hanem úgy ki tudod magad pihenni, vagy úgy tudod esetleg alakítani a hétvégédet, hogy hétfőn tényleg jó kedvűen, illetve energiadúsan kezd azt a napot, vagy akár az egész hetet. Kinek melyik a kedvenc napja akkor van ilyen? Hát a kedd a kedvenc napunk most, tehát értágító kedd, akkor legyünk már sztalanovisták, és akkor a munkában élünk, úgyhogy a kedd a kedvenc napunk, de van úgyhogy a csütörtök, vagy a péntek, vagy a szombat, vagy a vasárnap, visszatérve az angol száz hétbeosztásra, milyen tuti az most, ugye advent időszakában vagyunk, hogy akkor ők advent első vasárnapjával kezdték idén ezt a hétfőt éppen, vagyis ezt a hetet éppen, bocsánat, igen. Ebből is sikerült kinőni azért az évek folyamán, régen voltak kedvencek, de konkrétan emlékszem rá, hogy nekem a csütörtök volt a kedvenc napom, mert az már ugye a hét második felére nyúl át, ugye már három napon túl vagy a héten, és akkor még van a péntek, ami már szinte fél lábbal hétvége, sőt ott is délután, már mint hogy dél 12 után már szinte hétvége van, és akkor már tudod, hogy már csak a jó jöhet, de arra sose gondolsz még péntek délben, hogy azután is hétfő lesz, tehát ez egy nagyon érdekes körforgás,
szerintem írjátok meg ti is majd nekünk, vagy Facebook oldalunkon, vagy YouTube csatornánkon. Ha van kedvenc napotok a héten, akkor az mi az, de még Lóri is el fogja mondani. Egyébként szerintem a péntek este, meg a szombat reggel a legjobb időszak. Mert akkor péntek este sokáig föl lehet hát maradni. Hát péntek este az már olyan, hogy akkor tényleg kicsit ellazulsz, tudod, hogy péntek este van. Elmész bulizni egyet. Meg ugye a bulik zöldön vagy... péntek vagy szombat este volt annak idején. Igen, igen. Ami nekem ilyen nagyon új észrevétel és tapasztalat, hogy úgy vettem észre, hogy most már a péntek az új szombat, mert igen, viccesen hangzik, tehát, hogy inkább pénteken mennek el az emberek bulizni egyet, és akkor tudják, hogy ott az egész szombat még, vagy legalább a fele, és még akkor a vasárnap is. Régebben ugye én legalábbis úgy emlékszem, hogy mi vasárnap, vagy szombaton jártunk inkább bulizni, szombatra terveztük inkább a nagyobb összejöveteleket, nekünk elég volt kipihenni magunkat vasárnap, de úgy látszik, hogy ez is fejlődött, illetve picit kitolódott. De most már, bocsánat, azért a péntek akkor, és akkor látjuk az a pszichológiája, hogy a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hát ez nem új, ez rég. Tudom, de most úgy. Igazából most ért el odáig, ugye? Igen, most értek el a péntekhez, hogyha kijössz a gyárból, elmész egyből a klubba. Hát sajnos a gyárból már ritkán jövünk ki, mert egyre kevesebb a gyár, viszont egyre inkább bedarál bennünket én nem tudom, minek nevezzük, majd kitalál valami okos tudós erre egy jó szót, bedarál bennünket a modern világ ruhanó, állandóan valamit tenni akaró volta. Az jutott eszembe, hogy így Péter mesélte a kedvenc csütörtökét, hogy annak idején gyerekkoromban a vasárnap volt a kedvenc, mert olyankor biztos, hogy együtt volt a család a vasárnapi asztalnál. Hát de az is délig nem volt, tudom, jó, hogy... maximum kettőig, ugye ebéd után, ugye utána már jött az a... De az olyan ami jó úgy rá, volt. De ami úgy ráült a melkasodra az a tudat, hogy úristen, holnap megint fel kell kelni, és aztán megint 5 napot itt beülünk a mókuskerékbe, és aztán megint itt kell várni majd egy hetet. Jött a tudat, hogy úristen, még nem fejeztem be, amit tudom én, milyen leckémet, és igen, igen, igen. De érdekes, hogy mindenkinek gyerek, az iskola, mikor megemlítettem az iskolát, mindketten bólogattatok, ezt nem láthatták a rádióhallgatók, de igen, az iskolának tényleg ez volt talán a legrosszabb tulajdonsága, vagy mi volt ez a vasárnap esti nyomasztás a hétfőnek. De ha ügyes voltál, akkor pénteken kijöttél a suliból, az a mentél, gyorsan megcsináltál minden leckédet, ami kellett hétfőre, vagy következő hétre, ha tudtad, és akkor 2 teljes szabad napod volt, és akkor lehet, hogy a nyomottság sem volt már akkor. De szerinted hány százalékban csinál így egy 10 éves gyerek most komolyan? Tehát... Vagy pedig, hogyha még ügyesebb voltál, akkor se pénteken, se szombaton, se vasárnap nem tanultál, hanem hétfő reggel, igen. Felkeltél 5 órakor, amikor anya vagy apa indult a gyárba, és akkor megtanultad az éppen aktuális törileckét, vagy pedig szünetbe, ugye nagy szünetbe lehetett még házi feladatot írni, meg... Másolni. Igen, és még akár cserekereskedelmet is folytatni ezekkel a dolgokkal, vagy megegyezni, hogy akkor te megírod a matekot, én megírom a románt, vagy fordítva. Igen. Adjunk még ötleteket szerintem a kedves fiatalabb korú rádióhallgatóknak. Pedig tulajdonképpen a hétfőnek jónak kéne lennie, hiszen egy új kezdetét jelenti elsősorban. Ugye úgy kellene nekivágni minden hétnek, hogy a csodát lesni, ami jön veled szembe, főleg most itt, advent időszakában. Na de hát ma mégiscsak kedven, úgyhogy szerintem haladjunk tovább a korral, úgyhogy hagyjuk ezt a hétfőt már. Szóval hétfő után kedd van, ugye is ez a keddi értágító. Itt ülünk 3 kollégáimmal,
Lukács is Csillából, Lenkár Péterrel, én magam pedig Kis Lórend vagyok. Ugye követhettek bennünket Facebook oldalunkon is, nyilván minden nap frissülő híreinket olvashatjátok, láthatjátok, illetve ott van YouTube csatornánk is, illetve a honlapról is rá tudtok most már kattintani lényegében a YouTube csatornánkra, oda pedig ugye az előző adásaink, beszélgetéseink, akár interjúink felkerülnek, úgyhogy lehet bennünket több fronton követni, hajrá! És akkor egy újabb téma, amit kinéztünk, ugye, mégpedig elutazunk a Távol-Keletre, konkrétabban Kínában, egy érdekes info, egy érdekes hír röppent fel a napokban, amelyet a kínai kormány taglal, illetve próbál valamit változtatni valamint, de lássuk, akkor miről is van szó konkrétan. Hát arról van szó, hogy átfogó reformot hirdetett meg Kína kormánya a luxus NASZ ajándékokkal szemben. A polgári ügyekért felelős miniszter bejelentette, véget kell vetni az olyan közönséges esküvői gyakorlatoknak, mint a drága ajándékok, tíkuzló ceremóniák, és annak, hogy egyre nagyobb összegeket fizet az újdonsült férj családja, a lány családjának. Ezt a The Guardianról szemezgettük éppen. Tudni kell azt, ehhez, hogy Kínában a születés szabályozás miatt 30 millióval több férfi van, mint nő, ez pedig felvitte utóbbiak árát. Ezért aztán nem csak az egyéves bevételek sokszorosát kértük a családok, hanem ékszereket, autókat, házakat, és mindenféle ilyen dolgokat. A minisztérium tagjai egy konferencián beszéltek arról, hogy az esküvőknek jobban kellene tükrözniük az ország értékeit és céljait, az elnök politikai ideológiáját kellene betartaniuk. Az elmúlt két évtizedben vidéki régiókat jellemzett, hogy egyre költségesebb esküvőket szerveztek. A minisztérium éppen ezért a helyi hatóságokra bízza, hogy megfelelő esküvői etikettet dolgozzanak ki. Hát érdekes számok vannak itt, ugye itt beszéltük a szünetben, hogy azért 30 millió kínai férfi így pluszba egy külön egy országot is be tudnának tölteni. Ugye már csak a hadsereg lenne belőlük. Már csak arra gondolunk, hogy mondjuk Romániának és Magyarországnak van kb. Vagy még talán annyi lakosa se. Igen, érdekes ez a dolog, mert ugye valamikor mikor 70-es években, 60-as években hozták ezt a határozatot, ezt a születés szabályozást Kínába, ugyanis arra annak céljából, hogy ne szaporodjon túl a kínai nép, de ugye tudjuk, hogy mindmáig ez a legnépesebb országa a Földnek. Mennyi most, ami 1,2 milliárd? Én valami ilyesmire emlékszem. Úgyhogy volt ennek némi értelme, csak úgy látszik, hogy ezt bár úgy hívják, hogy születés szabályozást, ezt nem sikerült szabályozni túl jól, vagy lehet, hogy pont ez volt a cél. Mi volt a cél, hogy pénzt keressenek a lányoknak, fölmenjen az értéke? Hát nem konkrétan erre gondoltam, de igen, ki lehetett ezt így is forgatni. Amúgy nekem az jutott eszembe, mikor bedobtátok ezt a témát a közösbe, hogy ugye itt is azért elég nagy biznisz az esküvő, lehet, hogy kicsit másképp zajlik, mint Kínában, de azért nálunk is végül is egy üzleti ág lett ez a dolog. Igen, és rászállt az adóhivatal is, épp az idén azzal fenyegetőztek, vagy nem tudom, hogy volt is rá eset, hogy hát ez csak egy felvetés volt, ha jól tudom, de aztán el is vetették, mert egyszerűen nem tudják lekövetni ezt az egész dolgot. De nekem meg az jutott eszembe erről a hírről, amikor olvastam ma reggel, hogy ugye hoznak egy törvényt, szabályozzák a születést, és utána ez így generálja az egyre értelmesebb törvényeket. Most egy másik törvényt akarnak bevezetni, hogy ugye akkor azt szabályozzák, hogy nincs esküvő, vagy milyen feltételek mellett legyen esküvő, szóval már mindenbe beleszólnak. Lényegében mondjuk ez a dolog itt rosszul sült el Kínában, tehát valószínűleg nem az volt a tervük, hogy akkor 30 millió férfival több legyen a lakosságban, hanem hogy akkor beszabályozza valójában a túlnépesedést. Egyébként meg is néztem hirtelen konkrétan, hogy még mindig Kína lakossága, illetve a legnagyobb lakosságú állam a Földön, de már csak körülbelül olyan 50 millióval előzi meg Indiát. Úgyhogy lehet, hogy Indiában is kéne szabályozás, nem tudom. Ott más témák lehetnek, viszont maga a házasság
intézményének, illetve ilyen módon történő használatának a visszássága az az, hogy lényegében itt tárgyasítják a nőket ezáltal, tehát beáraszták a nőket is akár, hogy lehet. Na jó, hát a családja áraszta be a nőket. Egy autóért a lányom. Igen, két Porsét kérek a kis csajért. Régebben is volt ilyen. Persze. Régen is volt ilyen, illetve... ugye, hát mikor a királyságok egyesültek, hát akkor is tulajdonképpen egy cserekereskedelem zajlott a történelem óra előtt. De ugyanúgy szerintem ez megvan, még Afrikában is több országban meg lehet bizonyos, akár törzsek keretén belül, vagy... Igen, pont azt akartam mondani, hogy ez valószínűleg inkább a vidéki városokban, illetve a kisebb, szegényebb városokban működik, meg gondolom Sánkhájban azért nem, tehát a nagyobb városok, mint Sánkháj, Peking, stb. Azért ott már nagyon elnyugatiasodott a felfogás, mármint a hozzáállás mindenhez, úgyhogy ott szerintem nem így működnek a dolgok, de viszont Kína nagyobbik része még mindig az, ahol tényleg házakat meg autókat adnak egy lányért, vagy pénzeket, vagy ékszereket. Meg ugye Indiát említetted, hát ott is van ilyen, sőt, hogy kasztrendszeren belül adják el a lányokat, és ott is csak a családok egyesüléséről szól ez az esküvő, és hát igen, megy a rongyrázás, én ezt úgy nevezném szép parasztosan, hogy rongyrázás, hogy minél nagyobb esküvő, minél nagyobb esküvői torta, minél francosabb, mit tudom én, szekér, amit feldíszítünk, hogy a násznépet vigye, nem látom értelmét. Én legalábbis nem látom értelmét, szerintem amikor kiválasztod azt az embert, aki mellett le akarod élni az életed, akkor az legyen meghitt valamelyest, és akkor ne arról szóljon, hogy mit mutatok meg belőle a világnak, hanem az legyen a kettő. Mondjuk az, amit mondasz, hogy flancolás, és megmutatni úgymond, hogy akkor kik vagyunk, mennyi pénzünk van, és hogyan tudjuk mi ezt még nagyobb volumenű dologgá tenni, már úgy értem egy ilyen esküvőt, mondjuk erre nagyon jó példák vannak itt Romániában is, tehát láthatjuk azt, hogy gondolom te is erre gondoltál. Úgyhogy itt tényleg, tehát mondjuk itt Romániában nem arról van szó, mondjuk, bár lehet, hogy itt is kevesebb nő van, mint férfi, nem tudom a konkrét adatokat, de itt nem azért van ez így kialakulva, tehát Romániában, hanem itt tényleg az, hogy akkor úgymond flancoljunk és megmutassuk azt, hogy nekünk mennyi euró van a zsebünkben, és azt, hogy vagyunk képesek mondjuk szórni a bálteremben az esküvői éjszakán. Ez nem jó dolog nyilván, de nem azt mondom, hogy ez jó dolog, csak hogy igen, tehát itt meg azért kicsit másról van szó szerintem Kínában. Igen, hát arról van szó, hogy ne a család gazdagodjon meg, hogy ne adják el a lányokat, vagy nem tudom. Meg hát nagyon, ugye jól emlékszem, már nem néztem utána, de volt egy olyan hír, hogy eltitkolják néha a lányok születését, és... Mármint Kínára gondolsz? Igen, Kínára. Hú, ezt nem tudom, nem hallottam eddig. Elképzelhető. Így van, lehet, hogy így van, akkor több 30 millió. Nem tudom, kimondottan a születésszabályozás miatt, hogy meg volt határozva, hogy akkor egy családba születhet-e két lány, vagy sem. Jól emlékszem, Péter? Valami rémlik, meg hát mint... A másik, amikor itt elkezdtél beszélni az esküvőkről, én voltam részese, hál' Istennek, nem vendégként, hanem dolgoztam egy olyan esküvőn, ahol csak a virágdísz került 1 millió forintba. Ezért az döbbenet, ugye? Döbbenet. Igen, ugye a téma elején mondtam, hogy ez... vagy. Én legalábbis úgy látom, aztán szóljatok hozzá, hogy egyetértetek, vagy nem, ti is, meg a kedves rádióhallgatók is, hogy ez tényleg egy üzletággá alakította meg ki magát, ugyanis vannak olyan emberek, akik hivatásszerűen ezzel foglalkoznak, ugye fotósok, zenészek, olyan éttermek, vagy olyan helyek, amik direkt erre... Nászutas szállodák. Igen, az meg már, igen. Tehát, hogy olyan helyek, ahol kimondottan csak esküvőket rendeznek, illetve lagzikat szerveznek, stb. Vannak olyan cégek, akik megszervezik a gyűrűtől a nász éjszakáig kiválasztott helyig az egész
ceremóniát, úgyhogy simán lehet azt mondani, hogy ez is most már egy üzletág, és pici befektetéssel, már mint mondjuk a pár befektetéssel, azért a NASZ ajándékokból, illetve a, nem tudom, hogy mondják ennek, van erre szakszó, a pénzügyi bevétel is elég jó. Adományok. Az adományokból, igen, elég szép kis sumát lehet összeszedni. Feltéve, hogyha nem olyan helyszínt választasz az esküvődnek, mert láttam már olyat, hogy ilyen pókhálószerű hálón, amit tudom én, milyen sziklák tetején esküdtek éppen, és akkor még a NASZ népet is helikopterrel oda, vagy pedig ejtőernyős esküvő, vagy szóval azért azt viszont meg kell fizetni. Oda nem tudom, hogy milyen vendégeket, merészeket, vagy pénzeseket kell lehívni. Mondjuk Kínával kapcsolatban még lenne egy-két gondolatom, hogy olvasva ezt a hírt, ugye ott a cikknek a vége fele azért ott van, hogy a Xi Jinping elnök ugye politikáját kéne követnie az embereknek, tehát az elnöki politikát, amelyik azért, vagy ideológiát, amelyik azért Kínában, bár ugye működik ez a vadkapitalista téma, itt megengedtek ugye a kínaiak évekkel ezelőtt, tehát hogy azért dübörögjön a gazdaságuk, legyen pénzük, az ideológiát megtartották, beengedték a tőkét, viszont az ország maga már nem olyan mértékben dübörög gazdaságilag, mint évekkel ezelőtt. A kínai csoda egy kicsit úgy stagnálni látszik, és emiatt általában állami szinten próbálnak ismét inkább a kommunista ideológiára hangsúlyt fektetni, hogy valamennyiest leplezzék ezt a gazdasági stagnálást, illetve hogy tehát ezt kompenzálják valamilyen szinten. Úgyhogy itt ebben a cikk végi mondatban, vagy gondolatban szerintem benne van ez a dolog is valahol. Illetve, hogy nem tudják, ők sem lehet rátenni a kezüket ezekre az ékszerekre, autókra, házakra, vagyonokra, amelyeket fizetnek a családok egymás között. Tehát ugye, mint mondtad, hogy akkor itt is lett volna Romániában egy ilyen adózása ennek az ajándék vagy adomány dolognak. Lehet, hogy ott sem tudnák, vagy nem is próbálkoztak vele, hogy ezt kontrollálják, de hogy most ezzel a politika ideológiával, tehát a kommunista ideológiával próbálják, akkor lehet ezt így kordában tartani, vagy csökkenteni, hogy nekik jobb legyen. Nem tudom, érdekes dolog. Nagyon érdekes dolgokat. Ne essünk már vissza a régi hibákba, érdekes mondatok hangzottak itt el. Nekem az jutott eszembe, hogy régen is volt ilyen, nagyon-nagyon régen. Ugye staférunknak hívták, azt nem autó, meg házak, meg mit tudom én mi, de azért, hogyha elmentél és megkérted az apjától a leányt, azért eléd rakták a hímzett párnákat, meg mit tudom én mi volt, még volt láda is, amiben ezt tartották. Igen. A dunyhás láda meg. Bizony, meg tiszta szoba. Igen. Na de ugye haladunk a korral. Kedd akkor értágító, Ruparcsics Csilla a mikrofonnal, itt ülök a kollégáimmal a stúdióban, itt van velem Lenkár Péter és Lóri kollégám, Kis Lóránt kollégám, és már egy csomó témát érintettünk, és szeretnénk, hogyha hozzászólnátok, van nekünk Facebook oldalunk, lehet nekünk írni, elérhetőek vagyunk, de még az utcán is meg lehet bennünket szólítani, és mindenkit meghallgatunk. Ebbe a stand-uposok már belefutottak, hogy ők is mindig ezt ajánlották a műsor végén, aztán meg már mondták, hogy inkább ne. Inkább. Tehát így... Jó, mi még egyelőre nem futottunk bele, úgyhogy mi még állunk elébe, hát ha egyszer csak, és van nekünk YouTube csatornánk, amit keressetek meg, és vannak ott nagyon jó műsorok, amik újra hallgathatók, sőt, januártól oda fogunk költözni a YouTube csatornánkra, el fog maradni az. Hát már pár bútorunk ott van, tehát már így ilyen kettő között vagyunk, úgyhogy még délután lehet minket élőbe hallani 18 órától, vagy ha nem is élőbe, de az érhangja.ru per rádión ott vagyunk, és sőt reggel meg aztán teljes gőzzel 9 és 10 óra között jó reggelit. A következő témánk ugye arról szól, hogy ezt akartam mondani, hogy itt elnyomás alatt vagyok, én később
előbb kaptam meg ezt a jogot, és itt két férfi van, állandóan beleszólnak. Vagy én szólok állandóan bele, döntsék el a hallgatók. Én már eldöntöttem, de akkor mondom is tovább, amiben belekezdtem, hogy következő témánk arról szól, hogy ugye felvetődik a kérdés, hogy fair-e ez a dolog, hogy aszerint kapja meg bárki, hát végül is bárki a szavazati jogot, hogy betölti az ehhez szükséges 18. életévét, vagy pedig szükség lenne egy olyan kérdéssorra, amit abszolválnia kéne az illetőnek, még mielőtt leadja a szavazatát. Ti hogy gondoljátok ezt? Hát egyébként maga a választójog vagy szavazási jog, azt írja legalábbis a szabályozás, vagy a nemzetközi trend, nem tudom, demokratikus trend, hogy nem kötelező a választójog gyakorlása egyébként, az a választópolgár szabad elhatározáson alapul, tehát senki sem kötelezhető rá, hogy szavazzon. A kérdés az, hogy az rendben van-e, hogy mindenki szavazhat ezen kívül, tehát ugye, vagy ezt szabad-e egyáltalán befolyásolni, vagy módosítani, vagy úgy beleszólni a demokratikus rendekbe, rendszerekbe, mert az egész demokratikus rendszer kialakításnak az a lényege, hogy bárki szavazhasson, és ugye ez bárki számára elsődleges jogként nyilván most már csillának is lehet, ugye. De csak 1860-tól, Wyomingtól, Wyoming óta az volt az első ország, ahol befejezették a női. Nem voltam ott rám, hiába női szavazati. Wyomingban szavazati jogot adtak a nőknek, tehát abban az államban, az Egyesült Államokban, és ugye a női szavazati jog megadásában ugye első államként szerepel Wyoming. Na de magának a demokratikus rendszernek a berendezkedése szerint ugye minden polgár, minden lakos ugye egyenlő jogokkal rendelkezik, tehát nemtől kortól függetlenül, és amikor betölti azt a 18 vagy 21 évet, attól függ, hogy milyen országban élünk, akkor ugye lehetőséget kap arra, hogy akkor szavazhasson. Amit mondtál te, Péter, hogy akkor tehát lényegében mindenkinek van-e joga szavazni, tehát látod, hogy mindenkinek van joga szavazni, de joga van-e ahhoz valakinek, hogy megszabja azt, hogy ki szavazhasson és ki ne szavazhasson. Pont akkor ellentmondan ennek a demokratikus elvnek lényegében. Vannak bizonyos Én például korlátok. Nem azt akarom mondani, hogy joga ne legyen, tehát joga legyen mindenkinek szavazni, mint ahogy iskolába járni is, mert ugye én azt vetettem itt fel a műsor felvétele előtt, hogy mint ahogyan próbára tesszük a 14 vagy 18 éves diákokat, ugye ilyen kompetencia, meg mindenféle felmérő által, érettségiről ne is beszéljünk, akkor én úgy gondolom, hogy akár ki, akinek joga van szavazni, emellett azért legyen egy vonal húzva, hogy legyen feltéve a szavazata leadása előtt mondjuk egy kérdés vagy kettő, és hogyha arra nem tud válaszolni, akkor megköszönjük szépen, és 4 vagy 5 év múlva találkozunk. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy ne ilyen, nem tudom milyen kérdésre gondoljunk most itt, hogy amivel most aztán tényleg nem hagyjuk szavazni azt az embert, hanem hogy egyszerűen azt mérje fel az a szavazó bizottság, aki felügyeli azt a szavazási körzetet, vagy szavazókörzetet, hogy egyáltalán tudja ez az illető, aki már betöltötte a 18. életévét, hogy egyáltalán hova jön. Mert azért volt arra példa, nem tudom, YouTube-on azért lehet látni ilyen videókat, hogy egyszerűen olyan emberekkel készítettek videót, akik azt se tudták, miről van szó, vagy miről volt szó az alatt a 10-20-30 perc alatt, amíg leadták a voksukat, és ezért gondolom én, de szerintem azért vannak még olyanok, hogy azért kéne egy vonalat húzni. Hát én nem tudom, vannak vonalak húzva, és ez alkotmányi kérdés. Minden ország saját alkotmányában meghatározhatja azt, hogy kinek van joga szavazni, vagy kinek nincs. Vannak ilyen korlátozások, például a bűnözők nem szavazhatnak, tőlük meg van vonva ez a jog, és a mentális betegségekben szenvedők sem szavazhatnak, tőlük is meg van vonva ez a jog, akik felügyelet alatt állnak, azok sem szavazhatnak, és a gyerekek sem szavazhatnak, bár most éppen felröppent a hír, hogy esetleg a gyerekeknek is szavazati jogot. Szerintem a gyerekek el tudják dönteni, hogy narancssárga vagy piros cukorkát szeretnének egy bizonyos korig, de
nem tudom. Szóval érdekes a felvetésed. Szerintem az is számos problémát eredményezne. Egy, hogy kivitelezhetetlen. Hát először is azokat a tagokat is nagyobb szigorral kéne vizsgáztatni, akik ott állnak az urna másik oldalán. De ez is csak arról szól szerintem, hogy nem vagyunk elegen ilyenkor, vagy nem tudom, túl sok szavazó körzet van, vagy túl sok ember szavazna. Szerintem ott kezdődik a probléma, erről beszéltünk már azt hiszem mi is Lóri valamikor, meg másokkal is beszéltem erről, hogy itt tényleg azokkal, vagy ott kezdődne a probléma, vagy ennek a kivitelezése, vagy véghez vitele, hogy ugye egy független valaki, vagy valaki kéne felügyeljék ezeket a szavazókörzeteket, hogy ott kezdődne a probléma, hogy már eleve ugye mindenki úgy húz valamerre, valamelyik párt felé, vagy a pártok próbálnak olyanokat beszervezni ezeknek a felügyeletébe, akik azt mondják, hogy hát jó, hát akkor gyere mégiscsak, gyere és nyomd oda nyugodtan azt a pecsétet, mert úgyis oda fogod nyomni, amit én támogatok. Szóval igen, ez elég egyszerűen hangzik, amit én felvetettem, de tisztában vagyok én is vele, meg szerintem elég sokan. Na jó, hát ezért vannak több oldalról bebiztosítva a szavazások is, és ezért hallani annyi galibáról a szavazások alatt is, meg után is, vagy hallani, meg nem hallani, biztos vannak ilyen esetek, meg olyan esetek is. A te felvetésed az emberi butaság körül forog, hogyha én jól értettem. Természetesen. De viszont én szerintem ezt is elég nehéz meghatározni, attól függ, hogy honnan nézed. Mert az az ember, akinek esetleg nincs elég általános műveltsége ahhoz, hogy válaszoljon, mit tudom én, egy szavazáskor fölvetett kérdéshez. De ne haragudj, ez nem általános műveltségi kérdés. Tehát ha élsz egy országba, az alapvető, hogy tudod, hogy mi zajlik ott. És még egyszer mondom, hogy nem egy ilyen keszekusza kérdésre gondolok, hanem egyszerűen mondjuk egy kérdést kétféleképpen megfogalmazni, és hogyha stimmel a két válasz, tehát mondjuk az egyikre az a válasz, hogy igen, a másikra nem, vagy igennel és nemmel válaszolhatsz, és mind a két kérdésre igennel válaszol az úriember, vagy a hölgy, akkor mehet szavazni. De viszont ha mentálisan nem tudja azt felfogni, hogy mit is akarnak kérdezni, és az egyikre igent, a másikra nemet mond, akkor megköszönik szépen, és 4 év múlva jó, találkozunk, és addig fel lehet készülni a következő választásra. Ez szerintem benne van, a mentális betegek ki vannak zárva abból, hogy szavazol. Hát jó, de nem hiszem, hogy minden mentális beteg bent ül egy olyan intézménybe, ahol megfigyelés alatt van, és nem, mert nincs annyi intézményünk, már bocsánat. Nem, ezt most nagyon elvittem. De egyébként maga, bocsánat, hogy közbevágok, egyébként maga a, tehát amit te is mondtál, Csilla, hogy a kivitelezhetősége, tehát a módszertanát kéne ennek valahogy megtalálni, vagy úgy kirakítani, de ugye azt is említette Csilla, hogy még így is van a galibák ugye a szavazási témák előtt, közben, után, tehát akár csalásokról hallhatunk, visszaélésekről, hogy szerintem ezt, amit Péter ajánl, illetve említett, ez valahogy még inkább megfoghatatlan, illetve kiátszható lenne. Én tehát, is hogy így gondolom. Nagyon manipulatív lehetne, és hogy mondtad mondjuk, hogy persze akkor független embereket kéne odaállítani az urnák mögé, de szerintem annyi lehetőséget kínálna ez fel a szavazásoknak a manipulálására, hogy nem tudom, hogy tényleg véghez lehetne vinni az egészet. A másik gondolat, ami így felébred benne, még mondtad az érveit, hogy azt mondod, hogy alap, hogy tudja, hogy mi zajlik az országban, hát néha nem lehet tudni sajnos, hogy mi zajlik az országban. Jó, hát azért mondom, hogy olyan, most nem akarok tényleg itt most szájbarágosan magyarázni, tehát nem ilyen háttér dolgokkal kapcsolatos kérdéseket kell felvetni, amit még mi, ugyebár itt be tudom lőni, hogy mind a hárman mentálisan épek vagyunk, és emellett nem tudunk olyan kérdésekre válaszolni, de hogy olyan kérdésekre gondolok, amit úgy mindenki tud, és például, hogy ki vezeti most az országot a szavazás előtt, például ilyesmire gondolok, és azt mondjuk biztosan tudja mindenki. De akkor meg irreleváns a felvetés. Tehát, hogyha mondjuk mindenki tudja azt, hogy akkor Johannes az elnök, akkor... Na jó, de aki erre nem tud válaszolni, annak megköszönjük, még egyszer mondom, és hajrá.
Igen, már nagyon mély filozófiai kérdésekbe kezdünk itt beleveszni egy nagyon praktikus dolog kapcsán, amit Péter felvetett. Hát nem tudom, ha valakinek van ötlete, az szóljon hozzá, a Facebook oldalon elérhetőek vagyunk, írjátok meg kommentbe, keressétek a YouTube csatornánkat, hallgassátok a nagyon-nagyon jó zenénket, és gyönyörű hétfőket kívánok mindenkinek, mert ugye a hétfőről is beszélgettünk már ebben a műsorban. Most viszont kedd van. Hát lehet, hogy megsértődök és elmegyek most. Nem, jövünk vissza. Hogyha kedd, akkor értágító, így van ez ma is. Itt van Rupási Csilla kolléganőm és Kis Lórend kollégám a stúdióban, én Lenkár Péter vagyok. Ugyebár érdekes témákat járunk körül, mert mint úgy gondoljuk, hogy nem csak számunkra, hanem sokakat érdekli ez a téma is őt. Ugyebár azt vettük észre, ez is ilyen újkori divat, nem tudom ti, hogy látjátok ezt, illetve a rádióhallgatókat is ösztönzök arra, hogy nyugodtan hozzá lehet szólni a műsorunkhoz az érhangja.ro per rádió oldalon, vagy pedig van Facebook oldalunk, illetve YouTube csatornánk, például azt már tudom előre, hogy ezt az adásunkat is meg lehet találni, ugyanúgy, mint ahogy a múlt hetit. Szóval az a trend megy, ugyebár, hogy az emberek úgy próbálják, de ezt nem tudom mivel magyarázni, amúgy erre várom a válaszotokat, vagy ti hogy látjátok, hogy ugye most nagy divat, hogy mindenki autót vesz magának, és... Nem csak most divat. De hát alap. Na hát, ja, jó, oké. Okay. A mai világban már alap lenne. Jó, oké, okay. Mondom akkor én ezt, akinek nincs autója, hogy nagy divat, hogy mindenkinek az van, és az a másik, hogy ugyebár a rendszámok régen mondjuk más struktúrájuk volt, de mióta átállt ez a három betű kétszámos, illetve a megye feltüntetése, sokak megpróbálják úgy leegyszerűsíteni a dolgokat, hogy valamit szeretnének közölni azon a rendszámon. Ugye van két opció, vagy egy három betűs üzenetet tesznek fel a három betűnek, vagy pedig a születési évet a két számnak, illetve az illető monogramját. Én nem olyan rég kaptam egy rendszámtáblát, és így aki adta, az így rákérdezett, hogy nincs csak 13-as a következő, jöhet-e. Én mondtam, hogy teljesen jó lesz, 13x, mit tudom én, micsoda. Szóval ilyen fajta dolgok is vannak, a babonáink velünk élnek a rendszámtábláimban. És neked mi lenne a rendszámod, hogyha követnéd ezt a divatot? Hú, valami nagyon extrém, gepárd, vagy valami ilyesmi. De ezt három betűből kell megfogalmazni, hát ezt tudod. Hát gep, vagy párd. Nem, nagyon hirtelen jött a kérdés, úgyhogy nem tudom, soha nem gondolkodtam. Akkor gondolkozz, hogyha a nevedet felhasználod, meg a születési évszámodat. Nem szeretném, én nem szeretném ezt. Lóri, és neked, Péter? Lóri, te? Minek látod ezt a trendit? Hát szerintem arról van szó, hogy az emberek identitást akarnak kimutatni a rendszámtáblájukon is, tehát hogy önmeghatározás, és még azt is mondanám akár, hogy önmeghatározási problémák is vannak a háttérben szerintem, hogy az emberek a rendszámukra mondjuk akár születési évet éppen nem, de mondjuk akkor... Hát mondjuk az évszám utolsó két számát teszik fel. Vagy olyan dolgokat, amik akár a nevük rövidítése, vagy monogramja, vagy hasonló. De vannak, akik mondjuk konkrétan más, mondjuk a gepárd téma, ugye Csillánál, úgyhogy... De én egy nagyon régi a bogár hátúra tenném a gepárdot. Úgyhogy szerintem ez tényleg az meghatározásnak az egyik jele, illetve annak a motivációja rejlik benne. Találtam itt egy érdekes dolgot, Magyarországról van mondjuk szó, nem Romániáról, és egy mentőautónak a rendszáma, ami úgy néz ki, hogy NOT, tehát most mondom szó szerint, illetve betű szerint, tehát NOT 911,
a rendszáma a mentőautónak, ami azt jelenti lefordítva, ugye, hogy nem 911, mert hogy ugye 911 az hívószám egyébként, de az Egyesült Államokban segélyhívószám, és a rendszáma elvileg állítólag legalábbis nem tudatos a rendszámválasztás a mentőautónál, hanem így jött át a lépés, de mindenképpen úgy esett, úgy pofont, tehát hogy jól néz ki rajta, hogy not 911, hanem 112-t hív el inkább, én vagyok a mentőautó. Igen, azt is észrevettem, hogy amúgy érdekes, hogy mondott, hogy mentőautó, hogy neki konkrétan úgy osztják be, hogy az legyen a rendszámuk, ott már a betűkkel választják külön őket, de hogy 112 legyen a rendszámba benne mindenképpen. Tehát szerintem ez arra vezethető vissza, hogy ugye bár belénk lett mostanában súlykolva, hogy mindent tudunk közölni, ugye a közösségi médiákon keresztül, és akkor ezt meglovagolván ugye azt a mindennapi dolgon is, mint például egy autó, hogy ott is ezt közöljük, legyen az a születési évünk, illetve a monogramunk, vagy például nekem eszembe jutott meg, jól emlékszem, láttam is egy olyat, hogy valakinek az volt, hogy 99 és BIG, vagyis hogy a maximum legnagyobb kétszámjegy volt, tehát a csúcs ugye, hogy 99, és hogy BIG ugye az nagy, tehát egy kisebbségi komplexus szeretett volna az illető közölni, illetve, vagyis hát gondolom, hogy azt szerette volna közölni, hogy ő mégiscsak nagy, nem kicsi. Igen. Igen, mert az utóbbi időben mindent agyon pszichológizálunk szerintem, szóval ez emögött is ilyen rögtön ítélet születnek bennünk, hát lehet, hogy csak jó pofizni akadt, lehet, hogy egy nagyon jó, humorú ember, és ezért van olyan rendszáma, nem feltétlenül kisebbségi komplexussal küzdködő. De pont ez az egésznek a lényege, hogy te ezt látod, én meg azt, tehát, hogy bármi lehet. Ezzel felad nekünk egy kis leckét az illető, hogy gondolkozzunk el, hogy neki miért is ez a rendszáma. Hát ne haragudj, Péter, de én eszemben nem jut elgondolkodni egy rendszámláttán. Annak idején eszemben nem jut elgondolkodni, szóval tudomásul veszem, és akkor kész, lépek tovább. Jó, hát bocsánat, akkor még mi szoktunk olyat játszani, nem, hogy az utcán megyünk, és szavakat rakunk ki a három betűből, úgyhogy akkor úgy látszik, hogy itt különbözünk ebben, mert... Én ezt akartam mondani, ja, hogy nem csak amúgy mi játszottuk ezt már ketten veled, hanem mi feleségemmel mondjuk, ha sétálunk, megyünk össze-vissza, és akkor látunk egy rendszámot, akkor kitaláljuk, hogy mondjuk azt a, nem tudom, mondjuk az SVC rendszámot, mondjuk, nem tudom, Subicnak hívják, vagy hatás, és akkor szavakat alkotunk belőle, ez egy kicsit úgy lehet poénos is, átmehet akár mondjuk off-scene a verzióba is, hogyha úgy van, ha nagyon élénk a fantázia az embernek, úgyhogy ez egy kicsit olyan gyerekes hát ide, én például élvezem ezt játszani sokszor, hogyha ilyen történik. Na de a másik az, hogy mondtátok azt, hogy közléssel jár ugye a rendszám téma, és egy másik olyan dolognak lehettünk tanulni valamilyen módon, ami történt idén, ha jól emlékszem, igen, idén történt, ugye jött haza valaki Svédországból, Romániába, és az autójára még Svédországban tetetett egy külön és eredetinek számító rendszámtáblát. Valószínűleg a svédek nem tudnak románul, mert az úriember bejött az országba, hazalátogatott, és ugye a rendszámát én elmondom, de betűzve MUIEPSD. Az az érdekes, hogy felmerült bennem, ugye, hogy ezt majd később rendőrségi téma lett, meg botrány belőle, ugye, meg politikai téma is lett, ugye megbüntették, leszerelték a rendszámot, stb. De akkor a határon nem vették észre a román határőrök, hogy mi van a rendszámán? Tehát, hogy most amikor bejössz az országba, akkor egyből megnézik az autó papírokat, milyen rendszáma van. Tehát most a határőr vagy röhögött nem, egyet, és élvezte a szituációt, vagy gondolta, hogy nem baj, úgyis megkapottam magad, csak gyere be az országba. A határőr szerintem olyan volt, mint én, hogy eszébe nem jutott el gondolkodni azon, hogy milyen rendszámot olvas, csak abszolút egy rendszám. Igen, ő csak betűzte, és nem olvasta és össze. Kész, igen. És akik meg elkezdték firtatni az ügyet, azok meg olyanok voltak, mint ti, hogy akkor az a határon nem essen szavazni a Péter felvetése szerint. Igen, össze lehet kötni. Ez aranyos, igen.
De hát nem igen, tudom, összejöhet biztos, hogy megitta annak a levét a határól, aki beengedte. A levét. Hát aki tudja, hogy Lóri mit betűzött, akkor ez így nagyon viccesen hangzik. Minden esetre tényleg azért tényleg bele lehet a politikát keverni, mert ugye a pártoknak általában, mivel több betűből áll egy pártnak a neve, ezért ugye ezt leszokták rövidíteni, és hát mondjuk olyan 80%-ban ez három betűből áll, úgyhogy be is tudod sorolni az illetőt, ha mondjuk tényleg egy olyan betűkombináció a pártja, és amúgy nem szerette volna, csak ahogy Csilla az elején mondta, hogy megkérdezték tőle, hogy figyelj, most akkor PSD lesz a következő sor, és mondjuk mit tudom én, 91, mert vagy 90, vagy 89, és akkor ez még brutálisabb, és akkor legyint egyet, mert ő nem olvassa sorba, és aztán éveken át egy olyan autóba jársz, aminek az a rendszám, hogy 89, persze, de... Igen, pedig neked eszedbe nem jutott, hogy belekevered a politikát, de vannak ilyen emberek, akik... Igen, sajnos mindenbe belekeveredik a politika az utóbbi időben, nem tudom, hogy jó ez, vagy rossz, szerintem nem egészséges, hogy mindenből politikát csinálunk, bár az ember a Zoom politikum, úgyhogy társas lény, társaságban élünk, úgyhogy kénytelenek vagyunk odafigyelni a körülöttünk lévő világra, a körülöttünk lévő dolgokra. Fiúk, van még egy nagyon-nagyon érdekes hír, ezt is ma reggel olvastam, van egy holland fickó, aki 69 éves és 49 éves szeretne lenni, na ehhez mit szóltok? És ráadásul szerintem az indok az teljesen elfogadható, csak azért szeretné ő ezt, hogy amikor benyújtja az önéletrajzát egy új munkahelyre, akkor ne diszkriminálják a kora alapján, mert lehet, hogy a tehetsége megvan hozzá, igen, de az ereje is. Az is hozzá kapcsolódik még a hírhez, ezt még ugye korábban mi is ugye taglaltuk, illetve volt hír róla az oldalunkon, és akkor vetődött fel, hogy ő bírósági úton akarja ezt elérni, hogy módosítsák a korát lényegében, és a mostani hír pedig arról szól, hogy a bíróság végül elvetette ezt a dolgot, hogy akkor nem lehet módosítani az ő életkorát. Különböző dolgok merültek fel, hogy miért nem lehetne, de az ő indokainál egy az volt ugye, hogy akkor egy állásinterjú mondjuk, amit mondtál te, az történjen, és a másik indoka pedig az volt, saját bevallása szerint, hogy könnyebben tudna csajozni akkor, hogyha módosítanák 69-ről 49-re az életkorát, vagy ilyesmi volt a téma. Úgyhogy nem engedték egyébként meg neki. Úgy látszik, Hollandia sem a leg-leg-leg-liberálisabb és legszabadabb szellemi ország. Hú, már mindent kitalálunk. Viszont a véleményetekre kíváncsiak vagyunk, úgyhogy ha van nektek, akkor írjátok meg nekünk a Facebook oldalunkra. Hallgassatok minket, hallgassátok a nagyon jó zenéinket, és hallgassatok a nagyon jó zenéinket, és keressétek meg a YouTube csatornánkat, ahova át fogunk költözni januártól, de Péter kollégám ezt jobban el tudja mondani. Biztos, de majd örülnék, ha ti is el tudjátok jobban mondani, még akár nálam is. Jaj, de és azt nem árultad el még, Péter, hogy a te rendszámod milyen lenne. Hát nekem nincs autóm, úgyhogy eleve bukott a dolog. No, de most képzeld el, hogy van egy autód, és választasz magadnak egy rendszámot. Hát picit itt eltértünk a tárgytól itt az úriemberrel Hollandiába, de nekem még lett volna egy olyan felvetésem, hogy ugye vannak a kamionsofőrök, akik ugye a rendszám táblán kívül, ugye az egy behemót nagy járgány, amivel ők szelik át Európát, vagy akár bármelyik más kontinenst, hogy ők is szeretnének azért közölni valamit, és egy akkora jármű nem látszik annyira a rendszám, illetve csak az nézi meg, akinek ez a dolga, de hogy ők meg ugye a szélvédőre tesznek ki olyan üzenetet, vagy becenevet, vagy nevet, ami nagyon vicces szokott lenni. Nekem konkrétan van egy kedvencem, szembe jött úgy a városba egy ilyen nagyon furcsa becenevű úriember, valami jeges maci volt, vagy valami ilyesmi, de hogy így, tehát az is akkora, mint egy rendszámtábla, csak nem a hivatalos betűk, meg hát számok igen, vannak rajta, van Sanyi, hanem... meg Kukás, meg Feri, meg Fagylaltos, vagy mit tudom én, Nyalókás, vagy, de a kamionokról viszont eszembe jut, hogy mondod, hogy átszelik országot, Európát, kontinenseket. Hát én, amikor legutóbb átszeltem az óceánt, és
észak-amerikai kontinensen landoltam, akkor szerelmes lettem az ottani kamionokba, hát olyan, mint egy gyerek, ott olyan gyönyörűek azok a kamionok, ilyen csőrös fajták, nem tudom, hogy mi a nevük, a hivatalos nevük, de valami gyönyörűek. Úgyhogy mondták is a kedves barátaim, hogy hú, neked kéne egy kamionsofőrt szerezni, aki elvállalna. Hát nem sikerült, lehet, hogy a rendszámát nem néztem meg jól, és ezért. Én a múltkor láttam itt, talán múlt héten, hogy ilyesmi, egy szippantos autót itt Székelyhídon, és annak volt egy érdekes rendszáma betéve a fülkéjébe, nyilván kifele látszott, csak nem emlékszem a teljes szövegére, de valami ilyesmi volt, hogy illatos vizet szállítok? Igen, van ilyen. Ja, szóval egészen mottók is jöhetnek, nem csak rendszám. Hát igen. És akkor most jött el szerintem az, hogy elköszönünk, nyugodtan hozzá lehet szólni, majd ahogy elmondtuk itt a műsor alatt többször is, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, tehát elég sok helyen meg lehet minket találni, illetve élő adással holnap reggel jelentkezünk 9 órától, jó magamat lehet majd hallgatni. Péter kollégám lesz a holnap jó reggelitnek a műsorvezetője, úgyhogy őt fogjátok hallgatni. Most viszont én magam részéről mindenkinek nyugodalmas, szép estét és jó éjszakát kívánok, és köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra. Sziasztok! Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! I got to move.